dreaming about luxury? No. Ezt a bevezető klipet a német operatőr barátommal pár évvel ezelőtt vettük itt fel, itt Andalúziában. Ez egy kis mini sorozat ötlet volt a részemről, és ez volt az első része. A két könyv, amit a medencében olvastunk, mindig velem vannak. Az emberek gyakran kérdezik, hogy végül is mi teszi dollárrá az Ithaca óra dollárt. Egyszerűen kijelentik róla, hogy egy dollárt ér? Mi pedig visszakérdezünk, miért ön szerint mitől dollár a dollár? Sziasztok! Mint az előző bejelentkezésemből már kiderült, két év óta most vagyok először ismét itt, Andalúziában, egy rövid időre. Akik ismerik a filmes tevékenységemet, már tudják rólam, hogy tinédzser korom óta járom a világot, az utóbbi 20 évben filmezek, és jó két éve visszaköltöztem Magyarországra, és Erdélybe is. Bizony, a helyi pénzek azért lehetnek döntőek egy nehéz időszakban, mint most, mert például az USA-ban anno, a nagy gazdasági világválság idején, éveken keresztül Upstate New Yorkban az emberek százezrei nem haltak éhen, hanem pont a helyi pénznek köszönhetően túléltek mindent, és ezért is mentem el anno Ithaca-ba, hozzájuk, oda föl Upstate New Yorkba, hogy mutassák meg, ahogy azt még ma is használják ott a helyi pénzt. Mi a pénz? Igen, ez itt a kérdések kérdése, mert a pénz a legtöbbünk számára az a valami, amiből sosincs elég. Ezen a téren roppant szemérmesek vagyunk egyébként, minden mást előbb kitárgyalunk, a szexuális életünket, a drog problémáinkat, ha vannak, élénken ecseteljük pszichés állapotunkat, csak a pénzügyi helyzetünkről hallgatunk. Mi pedig éppen arra biztattuk az embereket, hogy igenis beszéljenek nyíltan az anyagi gondjaikról. És ahogy telt az idő, észrevettük, hogy már egyre többen merik kimondani. Lehet, hogy bennem van a hiba, de tény, hogy hónap végére semmi pénzem sem marad. Végre kiderülhetett, hogy ezzel a problémával nem vagyunk egyedül, sőt, szinte mindenki ebben a cipőben jár. Az 1929-ben kezdődő gazdasági válság utáni években gombamód kezdtek szaporodni a helyi pénzeket használó körzetek. Zárójelben megjegyzem, hogy Erdélyben van egy kis település, a Fehér megyei Maros-Csügeden, ahol megint kitaláltak valamit, amiben elsők lehetnek. Van egy saját virtuális pénzük. Nevet is adtak neki. Ez a Ciugu, ha jól mondom. Az önkormányzatuk nemrég büszkén számolt be a sajtónak, hogy ők az első romániai, erdélyi közösség, akik saját virtuális pénzzel rendelkeznek. Maros-Csüged arról is híres, hogy minden EU-s pályázati lehetőséget megragad, aminek köszönhetően nyugati színvonalú életkörülményeket teremt. Saját ipari parkkal, szélerőművel, bicikliutakkal, golfpályával, intelligens közvilágítással, okos buszmegállókkal és okos táblákkal ellátott, okos iskolákkal rendelkezik. A község virágzik, úgyhogy ilyen is létezik.
Évekkel ezelőtt a következő rövid sztorit megosztottam az akkori kulturális kreatívok felületeimen. Ez a sztori így szólt. Néhány magyar, spirituális gondolkodású, nyitott szívű ember elment Tibetbe, hogy az ottani szerzetesektől ellessék az emberi létezés titkát. Néhány hétnyi meditáció után az egyik szerzetessel közelebbi kapcsolatba kerültek, és igen, és egy mélyebb beszélgetés során felmerült a kérdés, hogy mi a fő célja a magyar lélekbúvárok látogatásának. Amikor a szerzetes meghallotta, hogy az utazók a saját életük céljára és a ki vagyok én című kérdésre akarnak Tibetben választ kapni, akkor ezt válaszolta. Ha ti a szülőföldetektől több ezer kilométerre akarjátok megérteni, hogy miért születetek oda, ahová, akkor nagyon nem értettétek meg a spiritualitás lényegét. Ahhoz, hogy kiderítsétek, hogy mi a feladatok a Földön, ahhoz meg kell értenetek annak a népnek a gondolkodását és kultúráját, amelyikbe beleszülettetek. Nos, hát eddig a történet, és bizony sokan kérdeztétek már tőlem az utóbbi 2-3 évben, hogy megőrültem, hogy ennyi tekergés után már így 50 éves fejjel visszatértem Közép-Európába. Magyarországra, Erdélybe. Ilyenkor mindig kényszeredettel mosolyodok el, mert egy dolog a táj, vagy például egy egzotikus ország szépsége, de a lényeg számomra mindig is az ember, az emberek. Itt, a világ nyugati fenén, az utóbbi évtizedekben, bárhol is jártam eddig, egy erős szellemi dekadenciát tapasztalhattam meg, és Közép-Kelet-Európában látok még valami esélyt, hogy a dolgok a helyes irányba menjenek előre. Bárki bármit mond, a saját tapasztalataim azt mutatják, hogy ha meg akarjuk érteni az életet, az élet értelmét, és hogy beteljesítsük a küldetésünket, amiért leszülettünk erre a planétára, akkor azt bizony ott kell megpróbálni, ahova leszánkáztunk annak idején. Na de most ismét vissza ide, Granadába, ahol a mórok közel 800 évig uralkodtak, és hát megtermékenyítették az európai kultúrát a tudományaikkal, például a csillagászat, orvostudomány, építészet, stb. Aztán jöttek a katolikus királyok, és innen, hát tőlem nem messze pár kilométerre északi irányban, egy nagy csata keretében kiűzték őket, nem is olyan régen. Most pedig, ahogy tapasztaltam az utóbbi években, lassan-lassan szivárognak vissza. Vajon hány tudós is lehet mostanában közöttük? A kérdés költői volt. Szomorú ez az egész. Néhány napja, amióta ismét itt vagyok, Dél-Európában, az első meglepetés, ami fogadott, az ízek. Mármint az ízek hiánya volt. Ugyanis miután sok évet lehúztam itt, Spanyolországban is, most 2 év szünet után visszatérve azt vettem észre, hogy az ízek intenzitása igencsak lecsökkent. Már a sajtuk íze sem az, ami volt itt. Érezhetően szárazabb a struktúrája az ételeknek itt. Kevésbé karakteresek, mint régen. És ahogy járom itt Andalúzia vad, félsivatagos tájait, tegnap például a tengerparti részen egy csiringítónál
ahol friss halételeket lehet kapni, az étlap fele hiányzott. Úgyhogy, hát igen, az adagok sokkal kisebbek, viszont az eredeti árakat megtartották. Nem lettek drágábbak, csupán ugyanazért a pénzért a fele adagokat adják. Legalábbis, ahol én jártam, ez a tapasztalatom. Ez egy nagyon más világ errefelé, mert például amikor a nagy háborúk voltak a 20. század elején, Portugália, Spanyolország, meg néhány más észak-európai országok sokkal kevesebbet kaptak a szenvedésből, földrajzi adottságaiknak köszönhetően, mint a többi ország. És mostanra így, október vége felé a víztározók ismét szinte üresek itt. Persze arról is alig szól a fáma, hogy itt léteznek több éves periódusok, amikor alig van eső. Ezek ritmikus dolgok itt, csak erről is mélyen hallgatnak a zöld lobbik szellemi zombiai, mert szeretik félelemben tartani az embereket itt is, és csak az egyoldalú gondolkodásokat próbálják ráerőltetni a többségre, ahogy szokták. Úgyhogy szerintem most is érdemes az érem mindkét oldalát megvizsgálni, és megmaradni a sztoikus, egykedvű nyugalomban. Itt az egy őrült naplójában, a csütörtököt mondok, nagy kérdőjellel, futó videoblogomban, most jelzem nektek, hogy hamarosan ismét Magyarországon leszek, viszont mielőtt kijöttem ide, úgy kb. 10 nappal ezelőtt, egy nagy magyar színész dinasztia egyik élő alakjával sikerült néhány órát eltöltenem az otthonában, és ennek az eredményét hamarosan láthatjátok majd itt a felületeimen. Remélem jól vagytok, sok erőt, kitartást kívánok minden kedves nézőimnek, ne feledjétek, hogy nem szabad félni, bármit is próbálnak sugározni felénk a nagy médiákból bizonyos erők, és azoknak szolgái, ti, mi, akik talán értjük az idők szavát, tudjuk, hogy a nyugalom, a bizalom, a megismerés, a felismerés a kulcs, amit már forgatunk is abban a bizonyos zárban. És ahogy az előző adás végén is mondtam, most is így köszönök el tőletek, ha Krisztus velünk, ki ellenünk? Viszlát jövő csütörtökön, sziasztok! Aloud, they're being closer.